Áldás békességet kívánok mindenkinek, adorjáházaiaknak és egeraljaiaknak, illetve bárkinek, aki ezt a felvételt nézi szerte a világban. Rákényszerülünk erre a modern technika, digitális világ adta lehetőségre, hiszen koronavírus járvány miatt nem tudjuk megtartani alkalmainkat. Virágvasárnapján azért nem hagyjuk el ünnepi istentiszteletünket, de ezen forma adja meg az istentiszteleti közösség lehetőségét. Szeretettel köszöntöm mindazokat tehát, akik ebbe az istentiszteleti közösségbe bekapcsolódnak. Istentiszteleti közösségünk, alkalmunk a generális konvent által javasolt liturgia alapján fog végbe menni ma is, így a hirdetések az elején van az istentiszteleti alkalomnak. Egyetlen pontot szeretnék csak hirdetni, az alkalmainkat. Nagypénteken is és húsvét vasárnap is fogunk istentiszteleti alkalmat tartani, ugyanilyen módon, mint ezt a mai alkalmat is. Szeretettel hívunk és várunk, ha nem is test szerint, de lélekben mindenkit részesévé lenni ennek az alkalomnak. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Ámen. Bízzál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő meg tud váltani. Meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Ámen. És
hallgassuk meg Istenünk igéjét a Bibliaolvasó Kalauz rendje szerinti mai napi újszövetségi igéből, Lukács evangéliumának 21. fejezetéből, a 20. verstől 24. versig terjedő szakaszból. Amikor pedig látjátok, hogy Jeruzsálemet ellenséges seregek kerítik be, akkor tudjátok meg, hogy elközelített annak pusztulása. Akkor azok, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe, és akik a városban vannak, menjenek ki onnan, akik pedig vidéken vannak, ne menjenek be oda. Mert ezek a bosszúállás napjai, hogy beteljesedjék mindaz, ami megvan írva. Jaj azokban a napokban a terhes és a szoptatós anyáknak, mert nagy nyomorúság szakad a földre, és harag erre a népre. Karderre hányják és fogságba viszik őket mindenféle nép közé, és pogányok tapossák Jeruzsálemet, amíg be nem telik a pogányok ideje. Kedves testvérek, a Bibliaolvasó Kalauz mai napra rendelt igéje ez az ige. Virágvasárnapra jut, mára jut ez az ige. Egy olyan helyzetben vagyunk, ami háborús időszaknak tűnik, és az ige pedig pont ilyen háborús időszakról beszél. Amikor Jeruzsálemet ellenséges seregek kerítik be, és ostromolják, amikor következik, közeledik annak pusztulása, amikor az ige figyelmeztetőleg szól a jeruzsálemieknek, hogy milyen veszélyek vannak, ezek mintha a mai világról szólnának. Megjegyzem, hogy Jeruzsálem pusztulása, ez az ostrom és a valóban pusztulás, az meg is történt a Krisztus utáni évtizedekben, és a jeruzsálemi templom akkor úgy leromboltatott, hogy még ma sem épült újjá. Tehát, mintha ez a profécia, ami akkor, abban az első évszázadban már bekövetkezett, mintha ismét fenyegetne bennünket. Nem csak Jeruzsálemet, hanem már az egész világot. Ellenséges seregek vesznek körül bennünket, csak hogy ez az ellenséges sereg nem lőfegyverrel támad, nem kartpengék csattognak, nem fegyverek, a fizikális fegyverek ereje a mérvadó, hanem ez az ellenség láthatatlan módon támad, nem tudjuk mikor, nem tudjuk kire, nem tudjuk honnan, de igen erős, és ez az igen erős ellenség ugyanolyan háborús fenyegetettséggel veszélyeztet bennünket, mintha az első századnak az ostromló seregéről gondolkoznánk Jeruzsálemet illetően. Ez az ige, ami ezt a háborús helyzetet vetíti elénk, harcról, küzdelemről beszél, arról, hogy van menekülés, mert hegyekbe kell menekülni azoknak, akik Jeruzsálemben élnek, és akik a városban laknak, azok egészen bezárkoznak, akik vidéken élnek, szintén bezárkoznak, nem megy egyik ide, a másik oda, hanem kijárási korlátozással próbálja túlélni ezt az időszakot. Ez az időszak jaj azoknak, akiknek valami módon terhelt az életük. A bibliai ige szoptatós anyákról, terhes nőkről beszél, ez egyfajta teher, egyfajta korlátozás, egyfajta nehézség. Ma sok ilyen terhelt nehézség lehet. Egyrészt a vírus veszélyes a krónikus betegségben szenvedőkre, nagyon nehezen tudják az idősek, a betegségben szenvedők elhordozni azt, amit talán a fiatalabbak könnyebben, bár ez sem teljesen biztos. De ha valakinek a munkahelyén korlátozódik a munkavégzés, fizetés nélküli szabadságra kerül, és nem kapja meg a jövedelmét, és úgy kell megélnie, pedig tartalékai nincsenek, valóban nyomorúságos körülmények közé juthat, mintha valódi ostrom állapotba kerülne. Jaj azoknak, akiknek ilyen nehézségük, ilyen terheik vannak a mai világban is. Nehéz ez az élet, nehéz a megélhetés, nehéz ez a harc, és nehéz ez a küzdelem. Úgy tűnik, hogy nincs menekvés. Jeruzsálemet körbekeríti az ellenség, a vírus körbefogja az egész világot, és nem tudjuk, hogy meg tudunk-e menekülni, hova meneküljünk. Az életünket bekerítette a koronavírus,
És küzdelem van, de nem tudjuk ezen küzdelemnek az eredményét. Ma virágvasárnap van, ezért ne csak ezt a küzdelmet lássuk. Ne csak azt nézzük, hogy micsoda harcok történnek, hanem lássuk meg, hogy Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának története, mert ez virágvasárnapnak az alapja, hogyan és miként kötődhet ehhez a mostani igéhez. Lássuk meg azt, hogy reményt és biztatást ad az előbb ecsetelt nyomorúságos helyzetekben is. Három pontban szeretném ezt a reménységet mutatni. Az egyik. Jézus bevonul Jeruzsálembe. Nem körülveszi, nem letámadja, nem veszélyezteti, nem ellene harcol. Jézus nem az ellen, ember ellen harcol, nem az ember életét veszélyezteti, sőt, éppen, hogy ő megmenteni akarja Jeruzsálemet, éppen, hogy megmenteni akarja az embert. Az ostrom nem az Isten részéről érkezik. Egyetlen egy erőszak sem az Isten akarata. Nem ő akarja a világnak a végét, pusztulását, hanem ő az életet szeretné, mert ő az életnek a pártján van. Ő azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Ő azért jött, hogy orvosa legyen a betegeknek, a testi betegeknek is, és a lelki betegeknek is. Ő most sem akarja, hogy a betegek vagy a fertőzöttek meghaljanak. Ő azt akarja, hogy éljenek, mert ő maga az élet. Ő maga az örök élet. Ha küzdelmet is jelent az ő megjelenése, az nem valaki vagy valakik ellen való harcot jelent. Nem az emberrel szembeni harcot jelenti, hanem éppen, hogy az emberért való harcot, az emberért való tusakodást. Gondoljunk csak Jézusnak a küzdelmére, amelyet önmaga ellen folytatott. Akkor, amikor a Gecsemáné kertjében, nagy csütörtök éjjelén készült az ő megváltói halálára. Neki ez küzdelem volt, nagyon nagy küzdelem. Amikor ki tudta végre mondani, hogy atyám, ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem úgy legyen, ahogyan te akarod. És előtte még úgy kérte az Istent, hogy atyám, múljék el tőlem ez a keserű pohár, ne kelljen kiinnom. De aztán vállalta, mert megtusakodta, megküzdötte magában ezt a küldetést. És győzött. Ott akkor ő győzött önmaga fölött, az emberi oldala fölött, szeretetéből, az emberért való küzdelméből ő győztesen került ki, mert másnap oda került a keresztre, és meghalt. Amikor bevonul Jézus Jeruzsálembe, ő ezekre nagyon tudatosan készül. Tanítványainak már elmondta, három ízben mondta el, hogy Jeruzsálembe kell mennie, ott el kell fogadnia, ott sok szenvedése lesz, majd megölik, de harmadnapra feltámad. Amikor Jézus harcol és küzd, nem az emberért teszi tehát, ember ellen teszi tehát, hanem az emberért teszi mindezt. Amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe, ő küzdeni jön, de nem elfoglalni, hanem felszabadítani, megmenteni. És óriási a különbség az ostromló sereg és Jézus szándéka között. Az ostromló sereg is be akar menni a városba, el akarja foglalni. De Jézus úgy akar bemenni a városba, hogy ott szabadság, felszabadulás, bűntől való szabadulás legyen, élet legyen. Az ostromló sereg pusztít, nyomorba dönt. Jézus felszabadít, megment, és életet ad, örök életet ad. Amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe, az egy diadalmas bevonulás. Ez a második pontunk. Jézus bevonulása először, első pillantásra nem tűnik nagyon diadalmas bevonulásnak, hiszen nem egy jól felszerelt hadsereg követi, nem pompával, cicomával érkezik, hanem inkább csak úgy szegényesen, szamárháton ülve, néhány felső ruha alatta,
néhány felső ruha előtte leterítve a földre, és aztán rengeteg zöldelő ág, faágak, virágok talán, virágzó ágak, innen van a virágvasárnap elnevezés is, és vonul, megy be. Ha megnézzük, hogy ma egy pompás ünnepségen a nagyok hogyan vonulnak be, micsoda zenére, micsoda tömeg között, akkor azt kell mondanunk, hogy Jézus bevonulása Jeruzsálembe elég siralmas, elég csekély látvány. De mégis az élet jön, az élet vonul be. Mert Jézus, ahogy az előbb is mondtam, maga az élet, az örök élet. És ez az élet most diadalomra érkezik, mert győzni fog. És ő ezt tudja jó, hogy győzni fog. Ezért diadalmas már most ez a bevonulás. Az élet győz a halál fölött. Pedig mi azt gondolnánk, hogy a halál az erősebb. Hiszen az élet, ami itt körülöttünk van, amit élünk a mindennapokban, hatalmas nagy veszélyeztetésnek van kitéve. Itt van a halál a kapuk előtt. Itt van a halál a fejünk fölött. És nem tudjuk, hova meneküljünk előle. És úgy tűnik, hogy ez a halál legyőzi az életet. És amikor Jézus bevonul, diadalmasan Jeruzsálembe, Jézus mint élet vonul be a halál helyszínére, akkor tudni lehet, ő tudja, tanítványai tudják, a körülötte érkezők tudják, hogy ő győz. Ezért van az, hogy újonganak, kiáltanak, hozannáznak a körülötte menők. Ments meg minket, jelenti ez a hozsánna kifejezés. Mert tudják, hogy Jézus az egyedüli, aki valóban meg tudja menteni őket. Jézus az, aki diadalmaskodni tud a halál felett is. Nem csak akkor volt ez igaz, de ma is pontosan úgy igaz ez. Ő győztes úr, ma is. Győztes a betegségen, a halálon, a járványon, mindenek felett való úr. Harmadik pontunk éppen a körülötte levő sokaságra utal. Nem csak a tanítványok követték Jézust, hanem voltak ott mások is, akik szintén levették felső ruháikat, és leterítették a szamár elé, hogy azon vonuljon a szamár. De bármennyien is voltak, ez kevés volt, ezért egészítették ki zöldelő ágakkal, lombokkal. Ők a kísérete Jézusnak, akik számítanak rá, akik bíznak benne. Őt éltetik, hozzá kiáltanak. Nekünk is ezek közé kell tartoznunk. Akik várják, akik követik, akik kiáltanak hozzá. Mert hogyan is történik Jézusnak a bevonulása? Úgy, hogy mennek előtte, mennek körülötte emberek, és örömmel veszik az ő érkezését. Bevonul Jeruzsálembe Jézus. Győztesként vonul be, pedig a küzdelem még előtte van, de már győztesként vonul be. Soha senki más nem győzhet rajta kívül, hiszen ő a mindenség ura. Neki adatott minden hatalom mennyen és földön. És azok, akik ott körülötte vannak, akik körülötte érkeznek, akik nem csak kísérik, de várják is az ő megjelenését, és ebben az örvendezésben vannak, hogy van úr, van hatalom, van erő, ami mindenek felett való, azok egészen másként fogják követni. Egy gyerekkori élményem jut erről a helyzetről eszembe. Gyerekkoromban a fiúk kedvenc játéka, minő meglepő, a foci volt. Sokat fociztunk iskola után, és természetesen, mint minden korban, voltak jobb játékosok, és voltak kevésbé jó játékosok. És volt a társaságunkban egy igen jó játékos társunk, aki annyira jól focizott, hogy amelyik csapatban ő játszott, mindig az a csapat győzött. És megtörtént egyszer, hogy az egyik délután, amikor megbeszéltük, hogy megyünk megint focizni, és kimentünk, ő nem érkezett még meg. És vártunk először, hogy mikor jön meg. De hát nem tudtuk, hogy mikor jön,
Ezért elkezdtünk nélküle játszani. Felállítottuk a két csapatot, és elkezdtük rúgni a labdát, ment a játék, ment a mérkőzés, és hát nem akarom fényezni magamat, becsületesen be kell vallanom férfiasan, hogy a mi csapatunk állt vesztésre. Nem voltunk olyan jók, mint a másik fél. Már jó ideje ment a meccs, vesztésre álltunk, és egyszer csak megjelent ez a fiú, akiről beszéltem. Megjelent, megkérdezte, hogy mi az állás, megmondtuk, és ő a vesztésre álló csapathoz állt, azaz hozzánk állt be játszani. És mint hatalmas örömmel fogadtuk. A másik fél persze kesergett, hogy miért nem ő hozzánk, de hát eleve győztesre állt az a csapat, miért ahhoz álljon be, hozzánk állt be, és bizony meg is nyertük ezt a meccset, mert megfordította a mérkőzésnek a menetét, az, hogy ő ott velünk volt. Valami ilyesmi lehet Jézusnak a megjelenése. Jézus bevonul Jeruzsálembe, pedig reménytelennek tűnik a helyzet. Jézus diadalmasként vonul be Jeruzsálembe, megjelenik, győz, győzött. Pedig még a meccsből van valami hátra, de már győzött. Ilyen ez a mai helyzet is, testvérek. Küzdelemben vagyunk, nem merem azt mondani, hogy vesztésre állunk, de azt tudom, hogy igen nehéz küzdelmünk van a mai világban. Meddig tart? Hogyan lesz? Hányan fognak elbukni? Semmit nem tudunk erről. De azt tudjuk, hogy ha Jézus megjelenik, akkor ő győzni fog. És mindazok, akik vele vannak, győzni fognak. Jézus megjelenik a pályán, Jézus megjelenik az életünkben, Jézus velünk van, akkor övé a győzelem, miénk a győzelem. Virágvasárnap ebben az esztendőben jelentse a diadalra való reményt. Jelentse azt, hogy van, ki velünk van, aki velünk küzd, aki velünk harcol, meg értünk is teszi mindezt. És így nem egyedül kell küzdenünk. Ettől még persze be kell tartanunk az egészségügyi korlátozásokat, szabályozásokat, higiéniai rendelkezéseket, mindent be kell tartanunk, de nem ezek fogják megoldani a mi helyzetünket, hanem a mi mindenható, megváltó, diadalmas Urunk lesz a győztes ebben a helyzetben is. Én kívánom és imádkozom is azért, hogy mindenkinek az életében ő diadalmas Úrként legyen jelen. Jelenjen meg, vegyük észre, kiáltsunk hozzá, éltessük, magasztaljuk, könyörögjünk. Legyünk vele, éljünk vele, és örök életünk lesz. Amen. Várj ember szíve készen, mert jő a hős az Úr, ki üdvösséget lészen, szent győztes harcosul. Tényt éltet hozva jön, megtört az ősi átok, két vágyakozva vártok, betér hozzá. Úr Jézus Krisztus, magasztalunk téged, mert tiéd a diadal, te vagy az élet ura. Köszönjük, hogy hozzátartozhatunk, veled élhetünk, veled küzdhetünk. Segíts bennünket a vírus elleni küzdelmeinkben, a megélhetésért végzett munkánkban. Segítsd meg szeretteinket és népünket. És könyörögve kérünk ünnepi alkalmainkért, amikor nem tudunk testben egy helyen lenni. De add meg, Urunk, hogy lélekben összetartozva, közösen állhassunk eléd, és ha nem is tudunk földrajzi egységet felmutatni, Urunk, add meg, hogy te akkor is lelkeddel áld meg és koronázd meg eléd állásunkat, rád figyelésünket, ünnepeket, szentelésünket. Szenteld meg, kérünk, nagyheti alkalmainkat, húsvéti előkészületeinket,
és majd a húsvéti alkalmunkat is. Mindezért dicsérünk és magasztalunk téged, várunk, jöjj, vonulj be a mi életünkbe is, szabadító kegyelmeddel, erőddel ne hagyj el bennünket soha. Amen. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Jöjj ki, hajom, Jézusom, szívem, ímem megnyitom, a gonosztól óvj te meg, meg ne roncson engemet. Életben mely neki folyt, mosd le rólam, ami az Atya Isten kegyelme, a Fiú Isten szeretete és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal minden időben. Amen.